Az MTK az előző fordulóban a Kozár Michelin otthonában győzött simán 3-0-ra, négy változás is van az akkori kezdő csapathoz képest. Stíber Zoltán, Horváth Artúr, Por Patrik és a mai napon állampolgársági esküt lerakó Nikolász Spalek is bekerült az MTK kezdőjébe. Ugye Spalek azért egy nagyon rutinos játékos, annak ellenére, hogy nincs még 30 esztendős, de így is ugye lehúzott 4 szezont Olaszországban a Brescia színeiben, sőt ugye egy szezonon át a Szíriában is erősítette a Brescia együttesét, úgyhogy vele azért biztos, hogy sokat erősödött az MTK. A DVTK kezdője nem változott az egy héttel ezelőtti Gyirmót elleni csapathoz képest. Akkor ugye Szatmári szerezte meg a vezetést a DVTK-nak, egyenlíteni tudott a Gyirmót Soltész révén, de a gaboni támadó Obuné duplázott. Először volt kezdő egyébként Obuné az előző fordulóban is, ezt rögtön két góllal hálálta meg, úgyhogy nem kérdés, hogy ezúttal is helyet követelt magának a fiatal támadó a Diós György kezdő 11-ében. Könyves beadja, Rácz kivetődik és el tudja ütni a labdát, Lukács gyűjtheti azt be. Ápolni kell Rácot, elég kemény ütközés volt, két MTK-s is a földön, Pór is Rácz. Tűnik, hogy Rácz nem folytatja, de talán jobb is ez így. Jobbulást kívánunk neki. Hát lehet, hogy Por sem tudja folytatni, lehet, hogy ez még az ütközés utóhatása, amiért, vagy ami után Rácot le is kellett cserélni, igen, hát az MTK-nak nincs szerencséje egyelőre, mai napon Varjú készülődik. Stíber. Zújgéber. Bognár van középen, Spalek a hosszú, Bognár. Visszapattan hozzá a labda, Spalek próbál rá lecsapni. Ott van még a lövés, Senkó véd, óriásít, és beesik a labda. Horváth Artúr góljával az MTK megszerzi a vezetést. Az az MTK, amely két játékosát is elveszítette sérülés miatt, de ez nem befolyásolta olyan jelentősen a csapatot. Kellett egy kis szerencse ez a gólhoz, de szinte az első helyzetből megszületik az első találat az MB2 szuper rangadóján. Zújgéber bepasszolta, Bognár István megpróbálta rálőni, visszapattant Bárdosról, és aztán Horváth Artúr lő. Senkó szerencsétlenül ér bele, lehetett volna ez nagy védés is, így bepattan, beperdül Senkó kezéről a labda. Stíber előre, Horváth, elindul Horváth Artúr, és ott most lehetne egy jó indítást eszközölni, meg is van ez, Bognár. Elő van Varjú is, és Spalek. A hosszú mutatják magukat, Bognár egy csel befelé, aztán még egyet tol a labdán, Bognár ellövi, gyönyörű gól! Egy tanítani való kontra végén, Bognár István sokáig kivárt, de megérte. És dicsérjük meg Horváth Artúrt, aki észrevette, hogy ott van Bognár a jobb szélen. Behátrált, Holdam, Lőrinci sem tud szerelni, és Bognár megtalálja azt a sávot, ahol el lehet rúgni a labdát. Remek megoldás, picit azért az az érzésem, hogy itt a diósgyőri játékosok bealudtak. Lőrinci is együtt emmel elkésik, pedig ott lehetett volna találkozni Bognárral. Stíber, Bognár, Zújgéber indul, Bognár ellövi inkább, Senkó nem ért hozzá, csak elvetődött a diósgyőr kapusa. Horváth, Stíber. Az lövőhelyzet, Stíber el is vállalja, Senkóvéd. Ú, de szép, Stíber! Az igen, gólt érdemelt volna. Úgyhogy ennyi időt adott a játékosainak, ifjabb Szergej Kuznyecov. Most már jönnek a változtatások, és jön Bognár szöglete is. Spalek leveszi, el is lövi, Senkó. Varjú. A Buné is odapiszkált, Zújgéber, ez nem jó. De könnyelműen adta el a labdát Lukács. Vadnai lepasszolja, az Zújgéber nem tud lőni. Leütközték, és ez így 11-es. Teljesen jogos ítélet. És hát még mélyebbre kerülhet a diósgyőr a mai napon. Ilyenkor a szokásos védőbeszédek azért elhangzanak. Hatása ennek nem lesz. Bártosnak a labdához köze nem volt.
eltalálta Zui Gébert, úgyhogy szerintem ezt a büntetőt, vagy a büntető jogosságát vitatni nem lehet. Stieber áll oda a 11-eshez. A hármas csere majd akár három gólos hátrányban is érkezhet a vendégeknél. De azért még nem gól a 11-es, az be kell rúgni a Stiebernek. Stieber fut neki, nagy gól! Kíméletlenül bevágja Stieber, és az MTK már 3-0-ra vezet. A DVTK ugye hazai pályán 3-0-ra le tudta győzni 2022 őszén az MTK-t, most 3-0-ra vezetnek a kékfehérek. És a teljesítmény is nagyon meggyőző a hazai csapat szempontjából. Stieber a 10. gólját szerezte a szezonban. Nem sokat variált Stieber, ezt nagyon bevágta. Foldampf, Bokros, egyes színen teljesen üres, meg is kapja a labdát. Bokros, Jurek lő, és az nagy gól. Ez extra megmozdulás Jurektől. A 6. gólját szerezte a szezonban a fiatal támadó. Bokros tette középre, és Jurek egy pattanás után gyönyörűen bombázta kapu jobb oldalába a labdát. Jurinci szöglete. Ez is a rövidre megy. Sikerült ezt megcsúsztatni, és kapura fejelni Somodi védett nagyot. A gólövőlista első két helyezettje egyébként most ugye a pályán van, Németh Krisztián 20, Lukács Dániel 14 gólos, és most 3 az egyben mehet az MTK, ez óriási zicser. Németnek nem lehetett adni, mert les volt, de így is megvan a gól. Zui Géber, 4-1. Ott a labdaszerzés. Szatmári volt nagyon bátor, és a helyén ott maradt egy óriási luk, ezért nem lehetett Németnek adni, mert ő lesen volt, Zui Géber nem, és be is gurította. Ez nagyon meggyőző teljesítmény Horváth Dávid együttesétől. Komán. Egy távoli lövés. Hoppá, itt azért Somodi ebben benne volt. Itt Jurek ellövi laposan, befér oda a bal alsóba. Minden dicséretet megérdemel Jurek Gábor, őt lehet tényleg kiemelni. Diós Györgyből még a DVTK dobhat, de várhatóan ez lesz majd az utolsó akkordja ennek a mérkőzésnek. Bárdos még, Németh Krisztiánról megy ki, és Csonka Bence ebben a pillanatban le is fújja a Mercantil Bank Liga csúcsrangadóját.